nyílnak már a hóvirágok, Bakonsány királyon, a kőmalomnál. Gyermekkorom nőnapi emlékei. Manapság, mikor a hóvirágok nyílnak az élőhelyükön, ismételten, hivatalosan értesítenek a médiákon keresztül mindenkit, hogy vigyázzanak a szedésével, főleg az árusításával, mert olyan drága, hogy súlyos büntetésre számíthat az, aki visszaél ezzel. Hivatalos források szerint 2005 óta nyilvánították védetté, és az eszmei értéke bizony 10 000 forint. Ezért még egy szál letépése is pénzbírsággal büntetik adott esetben. Tényleg ilyenkor március 8-án, amikor a hölgyeinket köszöntjük. A szépsége ilyenkor a tavasz virágai közül számomra legalábbis a legszebbnek számít. Talán azért, mert olyan emlékeim fűződnek hozzá, amelyek máig tartóan és kitörölhetetlenül juttatják eszembe a szülőföldemet, drága Bakonyomat, és természetesen drága szüleimet is. Édesapám olyan ember volt, mióta én megismerhettem, aki az érzelmeit nehezen tudta kifejezésre juttatni. Bizonyára az ifjúságában más volt, de hozzám képest idős fejjel az ő kedveskedése is érdekes módon nyilvánultak meg. Nagyon szerették egymást édesanyámmal. Ezt az életem során, mikor velük éltem gyermekként, és később egy ideig felnőttként is, gyakran tapasztalhattam. Talán a paraszti lét mindennapos gondjai és nehézségei tették, vagy valami más, de nem volt az odabújós, szeretgető, becézgető viszony, ahogy a manapság a szoros párkapcsolatban élőknél tapasztalhatjuk. Tavasszal, nyaranta és ősszel, mezőn az erdőn dolgozva, gyakran hazatért egy csokor frissen szeret virággal, és azt átnyújtotta édesanyámnak. Nem feledem el sohasem, hogy édesanyám ezt a gesztust milyen hálatált mosollyal jutalmazta, amihez nem kellettek szavak sem. Mégis mindketten tudták az igazi összetartozás és szeretet ilyen szerény formájában igen nagy jelentőséggel bírt azokban a pillanatokban. Ilyenkor édesanyám, ha rövid szára volt a virág, egy apró kis duncos üvegbe tette vízbe, vagy ha hosszabb volt a szára, akkor pedig ott virított egy vázában, amíg csak el nem hervadt. Egy kicsit a történetemben előre szaladok, amikor drága édesapám majdnem 84 évesen 1998-ban örökre eltávolodott közülünk egy nagyon kedves barátja, aki valamikor pásztorember volt, a frissen hantolt sírjára könnyeivel küszködve egy aznap szedett mezei virágcsokorral búcsúzott el tőle. Emlékszem arra is, mikor legelőször szólt nekem édesapám,
gyermekkoromban, hogy melyik évben volt, azt már nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy március 8-a volt, délelőtt, hogy menjek el vele egy kicsit sétálni a mezőre. Halkan odasukta nekem, hogy édesanyám meg ne hallja. Elmegyünk a kőmalomhoz, szedünk anyádnak egy kis hóvirágot. Ennek nagyon megörültem, mert azelőtt még nem jártam ott, csak hírből ismertem ezt a területet. Úgy is történt, és elindultunk szépen lassan, komótosan, mert ugyan nem volt közel, de körülbelül egy fél óra alatt megjártuk, és Bakony-Szent László fele van ez a terület, az erdészethez tartozott, és Zsargó Gabi bácsi, aki az erdészet részéről felügyelte, nem törődött vele, hogy kiszedi ott a hóvirágot, ki nem, hát akkor még nem voltak olyan előírások, mint manapság, hogy már hóvirág is védett virágnak számít. Mindketten szedtünk két gyönyörű szép csokor virágot, és már hazafele gyorsabban közlekedtünk, mert egy kicsit már bizony meg is éheztünk. Édesanyám kint volt a gádorba, és mikor észrevette, hogy a kapuból közeledünk feléje, mindketten egy-egy csokor hóvirággal a kezünkben, már mosollyal fogadott bennünket. Oda szaladtam hozzá, és kis csokromat átnyújtottam, majd boldog nőnapot kívánva neki, magához ölelt hálásan. És láttam, hogy kipotyog maga könnyei. Édesapám türelmesen megvárta, végignézte azt a jelenetet, aztán ő is átnyújtotta mosolyogva a csokrát, a szokásos módon. Irén, hoztam én is egy kis virágot. Édesapám mindig keresztnevén szólította. Azt nem tudom, hogy egymás között valaha, akkor, vagy fiatal korában becézték-e egymást, de ennek nincs is jelentősége, mert láttam, hogy mennyire örült neki édesanyám. Később édesapám meghonosította az udvarunkba is a hóvirágot, amit a kőmalomtól hozott, és később, talán Porva mellől hozott még egy csodálatos virágot, mégpedig a tőzikét, aminek olyan nagyon szép, harangos formája a virága. Azóta már a tőzikét a párommal Gyulán is meghonosítottuk, hóvirág az itt volt, de tőzike nem, mint ahogy pár évvel előtte már a bakonyi medvehagyma is szépen nődögél és ellát bennünket a finom leveleivel. Ma, amikor az egész világon hölgyeinket ünnepeljük, nem feledhetem el azt a szeretetet, amit a szüleimtől kaptam. Magamba szívtam azt a tisztességet, becsületet, hazaszeretetet, hűséget, hitet, és még hosszan sorolhatnám, hogy örököse lehettem az ő szellemiségüknek. Hóvirágok és tőzikék, ezek a gyönyörű virágok, amit a hölgyeink megkapnak ma más virágokkal együtt, ne csak a mai napon juttassák
eszünkbe, hogy ők léteznek, hogy velünk vannak, hanem az év minden napján mutassuk ki irányukba a szeretetünket. Most, hogy a megemlékezésem végéhez közeledem, természetesen a lirikus énem is megmutatkozott, aminek az eredménye egy szerény kis szonet lett, és ezzel is szeretném hölgyeinket határon innen és határon túl felköszönteni. Szép hölgyeinknek, mi vagyunk a párja, nőnapi gondolataim. Szép hölgyeinknek, mi vagyunk a párja, férfi társaim. Ezt ne feledjük el. Mindenkinek van vagy volt anyukája, akikről a madárka is énekel. Ma csak róluk szóljon minden ének, mert a mi hölgyeink oly drágák nekünk, hogy róluk dalolják utcazenészek azt, hogy velük szebb és jobb az életünk. Ne csak a virágoknak garmadája jelentse ma azt, hogy szeretjük őket, hanem mindennapok harmóniája. Áradjon rájuk, amit tőlünk kapnak egész évben, ne csak a mai napon. Mutassuk meg, örökké megmaradnak. Drága hölgyeink, még nagyon sok hosszú életet, sok boldogságot, erőt, egészséget kívánok a mai napon mindnyájatoknak a jövőre vonatkozóan.